Az Állatbarát Alapítvány menhelye a 2015-ös esztendőben közel 700 kutyát fogadott be, és 180 cicának biztosított ideiglenes otthont. Közülük 500 kutya talált új gazdihoz, vagy került vissza eredeti gazdájához. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a menhely lakói korszerű épületekben várják leendő gazdiaikat. Egy színvonalas létesítmény fogadja az állatotthonba érkező látogatókat. Pályázati támogatással sikerült az egyik kennel sorunkat teljes mértékben felújítani. Ez konkrétan szigetelést, téliesítést jelentett, illetve óriási lépés az életünkbe, hogy egy megújuló energiarendszert építhettünk fel és használhatunk. Így nem csak költséghatékonyabban tudjuk működtetni állatotthonunkat, hanem környezetkímélőbb üzemmódban is. Az Állatbarát Alapítvány telephelyén egy korábbi pályázat kapcsán karantén, valamint egy jól felszerelt állatorvosi rendelő és műtő épült. Ami fejlesztés történt az állatorvosi rendelő terén, ez óriási lépés a mi számunkra. Szintén pályázati beruházásként sikerült egy röntgengépet vásárolnunk, egy kisállatröntgent, ami azért nagyon fontos, mert ugye az állatmentő tevékenységünk kapcsán rengeteg sérült, balesetet szenvedett állat kerül a menhelyünkre. Az ő diagnózisuk felállítását így azonnal meg tudjuk oldani, végre tudjuk hajtani, nem kell őket még a fájdalmaik ellenére is más helyre szállítanunk. Az állatorvosi rendelőben az alapítvány állatorvosa napi szinten gyógykezeli a menhely lakóit, a műtőben a 2015-ös esztendőben több mint 300 kutyát ivartalanítottak, illetve a kölyökként új családba került állatokat is visszavárják ivartalanításra. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai kampányaik során is az ivartalanításra és a felelősségteljes állattartásra hívják fel a lakosság figyelmét, valamint hangsúlyozzák, hogy csak azok fogadjanak magukhoz állatot, akik tájékozódtak a kutya vagy cica igényeiről, tulajdonságairól, szükségleteiről, és az állat élete végéig biztosítani tudják számára ezeket a feltételeket.